Köszöntöm Önöket! Mai sétánkban Zsiborás Gáborról emlékezünk meg, a Fradi egykori ikonikus kapusáról. Miért volt ő ikonikus kapus? Hát ennek több oka van. Van vidám vagy felemelő oka is, és van tragikus oka is. Hát kezdjük azért a vidámmal természetesen, vagy a felemelővel. 1957-ben született, és már 10 évesen Fradi leszerződtetett játékosaként játszott, akkor még nem kapusként. Eredetileg nem is a hálót szerette volna védeni, de mint ahogy azért ezzel más kapusok is így voltak annak idején, lehet, hogy most is így szokott lenni. Kiderült, hogy a legjobb poszt a pályán az mégiscsak a kapuban várja őt, vagy a feladat, a legjobb feladat, és ahogy fejlődött, ahogy nőtt, és kiderült, hogy igen gyorsan nő, és nagyon hosszú végtagokat növesz, hosszú lábakat, hosszú kezeket, karokat, és a ritmusérzéke is nagyon jó, az tulajdonképpen predesztinálta őt arra, hogy kapusként találja meg a helyét a Fradi csapatában, amelyben hát meg is találta. Tehát az ifi csapatban is kihagyhatatlan volt, és 1977-től ő már hát olyan kapus nagyságok mellett nevelkedett, mint Hajdú József vagy Géci István, akik szintén kiváló kapusként a Fradi 60-as, 70-es évekbeli aranykorszakát jellemezték, mondjuk így, és hát Hajdú Józsefet ki is szorította tulajdonképpen a kezdő csapatból 77-ben, ugye nagyon fiatalon, és már 1979-ben a csapat legjobb játékosának választották. Toldi Géza, aki szintén egy óriási szereplője a Fradi történelemnek, valamikor a 70-es évek elején alapított egy díjat, amelyet minden bajnoki év végén annak a fradistának, Fradi játékosnak adományoztak, aki a legnagyobb, legjobb teljesítményt nyújtotta. És ő kétszer is elnyerte ezt a Toldi Vándor díjat, ami hát egy nagyon nagy megtiszteltetésnek számított annak idején mindenképpen. 1980-ban, 81-ben egy nagyon súlyos sérülés érte, és ennek következtében csak egyetlen egy alkalmat tudott játszani bajnoki mérkőzésen. De mi történt? Milyen sérülés? Egy térd sérülés hátráltatta, meg is kellett operálni. És hát annál is fájdalmasabb volt ez, szó szerint is, meg átvitt értelemben is, mert ekkor már bemutatkozott a válogatottban is, ahol sajnos csak 4 alkalommal szerepelt, és hát egy teljes idényt ki kellett hagynia, de ettől függetlenül természetesen a bajnoki aranyat 81-ben megkapta, és 82-től 88-ig viszont 6 éven keresztül kihagyhatatlan tagja volt a csapatnak. Volt olyan bajnok idén több is, amikor minden egyes meccsen szerepelt, nem kellett lecserélni, nem kellett mást a helyére beválogatni, és így érkezett el 1988, amikor a szöuli előolimpiai labdarúgó tornára készült a csapat, az olimpiai csapat, és ennek az előkészületei során Zsiborás nagyon súlyosan megsérült megint, a térde ismét felmondta a szolgálatot, ismét operációra került sor, úgyhogy pályájának a delelőjén kellett abba hagynia. Hát nem hagyta még abba, de a Fraditól el kellett, hogy köszönjön, és ebben azért a csapat szeretet is szerepet játszott, meg a csapat iránta érzett, vagy a vezetőség iránta érzett nagy becsülése is szerepet játszott, akkor már Józsa Miklós volt a második számú kapus, aki beállt ugye a sérült Zsiborás helyére, és hát kiderült, hogy nagyszerű formában véd, úgyhogy kihagyhatatlan lett. És Zsiborás hol folytatta? Így van, Zsiborás pedig nem szeretett volna kispadon ülni, neki élete volt természetesen a védés, a foci, úgyhogy az MTK-hoz szerződött át, teljesen akadálymentenesen megoldódott ez a dolog. Csak emlékeztetni szeretném a kedves nézőket, hogy nem volt mindig ez így a két klub között. Uh-huh. Például Schlosser Imre esetében, amikor Schlosser a Fradit elhagyta és az MTK-hoz szerződött át, akkor ott a 10-es években hát elég nagy ramazuri kerekedett ebből az ügyből, és nagyon sokáig a két csapat vezetése és szurkolótábora között ez állandó konfliktus
forrás volt. Ebben az esetben erről szó sem volt, és hát milyen fura az élet, hogy az első MTK-beli bajnoki meccsét az pont a Fradi pályán kellett védenie, ahol hát 4 gólt is kapott. A Fradi alaposan elpáholta akkor az MTK-t, de bármikor a labdához ért, az a 22 ezer ember, aki a pályán, vagy esetben a pálya szélén szurkolt a Fradinak, folyamatosan tapsolta Zsiborás Gábort, aki akár, hogy az MTK színeit viselte a mezén, akkor is fradista volt. Azért nehéz lehetett Fradi szívvel az MTK-nál védeni. Szerintem Fradi szívvel bármilyen másik csapatban igen. Nehéz. Tehát most az, hogy MTK, talán az utóbbi 30 év, ha tekintjük, talán az Újpestben való játék, ez sokkal nagyobb megpróbáltatás jelenthet egy volt fradistának, és persze fordítva is. Az MTK esetében ekkor nem volt ilyen probléma. És hát ez tulajdonképpen Zsiborás Gábor személyiségnek is volt köszönhető. Egy rendkívül halkszavú, csöndes, nyugodt, de ugyanakkor a pályán 1000 fokkal égő játékos volt, aki a következő években, tehát a 88 utáni 3-4 évben ismét eljutott arra a pontra, amikor a válogatottsághoz közel került, sőt 1993-ban bekerült a válogatott keretbe első számú kapusként. És ugye, ha jól tudom, hiába válogatták be őt a válogatottba, nem tudott többé pályára lépni. Mi volt ennek az oka? Igen, hát ugye a beszélgetésünknek a tragikus része, vagy a nagyon szomorú része az itt következik. 1993-ban, szeptemberben világbajnoki selejtezőre készült a magyar válogatott, és pont az Üllői úti pályán edzett Zsiborás Gábor, mint a válogatott első számú kapusa, amikor rosszul lett, kórházba szállították, és egy héttel később meghalt. Kómába esett, és sajnos nem tudták megmenteni az életét. Úgyhogy azt is lehet mondani, hogy egy olyan 35 éves korában történt vele ez a dolog. Tehát egy olyan sportolóról van szó, aki a Ferencvárosban kezdte a pályafutását már 10 évesen, és akárhova is vitte őt az élet, meg a sérülések, tulajdonképpen a ferencvárosi pályán fejezte be az életét, és azt gondolom, hogy a szurkolók a mai napig nem felejtik el az ő emlékét. Zsigának hívták, az volt a beceneve, ahogy beszéltünk arról, hogy minden játékosnak... Mindenkinek volt beceneve, igen. Van, ugye Zsiborás Gáborból jött a Zsiga. A mai napig szerintem egy igazi fradi szurkoló tudja, hogy mekkora nagy jelentős személyiség volt ez a tényleg megtermett, nagyon kedves óriás. Következő adásunkban visszatérünk a vízilabdázókhoz, és Szívós István egykori olimpiai bajnokról és családjáról beszélgetünk majd.